Már lezárt gyilkossági ügyeket vett elő ismét a brit rendőrség. Felmerült ugyanis a gyanú, hogy legalább két embert orosz kémek öltek meg Nagy-Britanniában. Közben megszólalt az a brit férfi, aki tavasszal kapott a novicsok idegméregből. Azt mondta, nagyon beteg, 10 éven belül biztosan meghal. Március 4-én érkezett meg a Salisbury pályaudvarra az orosz katonai titkosszolgálat a GRU két ügynöke, amint a biztonsági kamerák felvételein is látszik. A két férfi a fedősztori szerint városnézésre érkezett a dél-angliai településre, de nagy valószínűséggel az volt a céljuk, hogy novicsok idegméreggel megöljék Szergej Skripált. Az egykori brit-orosz kettős kém azonban túlélte, de súlyosan megbetegedett. Rajta kívül kapott a méregből a lánya és egy brit rendőr is. Egy angol férfi pedig egy Salisbury Parkban talált hamisított parfümtől lett beteg, amit az élettársának ajándékozott. Az asszony néhány nappal később meghalt. A férfi Charlie Rowley a mai napig rossz állapotban van. A Sunday Mirror most először szólaltatta meg a kórházi kezelése óta Charlie Rowley-t, aki elmondta, a mérgezés után kómába esett, majd agyhártyagyulladást kapott. Bár jobban lett, fokozatosan romlik a látása, egyre gyengébb a szíve. Mint mondta, 10 év múlva már biztosan nem lesz az élők sorában. A Daily Mail pedig arról ír, hogy a brit rendőrség újra elővett két már lezárt gyilkossági ügyet. Felmerült ugyanis a gyanú, hogy Scott Young, angol üzletembert 4 éve, Alexandr Perepilicsnyi, orosz üzletembert pedig 6 éve, szintén orosz ügynökök gyilkolták meg. Sajtóhírek szerint ugyanis éppen a gyanús esetek idején léptek be, illetve ki az országból orosz kémek.